Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Február 5-én teli hold van a rák jegyében. Most bizonyára töprengsz azon, hogy miért a rák jegyében, hiszen mindenki arról beszél, hogy a teli hold az oroszlán jegyében van. A mi asztrológiánk szerint a tavaszi pont az a kos jegyében van. De a valóságban a tavaszi pont elcsúszik, és jelenleg a halak jegyében van. A védikus asztrológia ezt figyelembe veszi, és emiatt más a számítás. Ahogy az indiai asztrológia dolgozik, vagy ahogy kiszámítják a horoszkópot, az ugyanaz, mint az asztronómusoknál. Tehát az indiai asztrológia azt veszi figyelembe, ahol a csillagok tényleg állnak. A mi általunk ismert asztrológiánál ők ezt nem veszik figyelembe, hiszen még mindig ott tartanak, mint 2000 évvel ezelőtt. Nem vették figyelembe azt, hogy a tavaszi pont elmozdult. És mivel az indiai asztrológia ugyanúgy, mint ahogy az asztronómusok is látják, nagyon precíz, emiatt választottam ezt a területet. És ha én közlöm azt, hogy a teli hold a rák jegyében van, akkor biztosak lehettek abban, hogy a teli hold tényleg a rák jegyében van. És mit közöl ez a teli hold? Egy teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Sőt, az indiai asztrológusok azt közlik, hogy egy teli hold szerencsét hoz, hiszen megvilágítja az élet útunkat. Ezen a napon, február 5-én, ezen a teli hold napon szintén tartok egy szertartást, ami este 11 órakor kezdődik. Erre is jelentkezhettek. Az e-mail címem az a videó alatt található, és a részvételi díj 4000 forint. A hold egy kvadrát kapcsolatban van Uránusz bolygóval. Ez jelenti a nehézségeket, a kihívásokat. A nap szintén kvadrát kapcsolatban van Uránusz bolygóval. Itt is erről van szó, hogy vannak kihívások, nehézségek, problémák. És az azt jelenti, hogy ez a teli hold megvilágít valamit, láthatóvá tesz valamit. Vannak tervek, vannak elképzelések, sok mindent lehet tisztázni, de egy új kezdet, egy változás még nem lehetséges, hiszen vannak még nehézségek. Uránusz bolygó jelenti a változásokat. Tehát lehet egy elképzelés, igen, lehetnek döntések, igen, de ezt megvalósítani jelenleg még túl korai. Miután a hold áttér az oroszlán jegyébe, akkor egy jobb energia van, és akkor lehet egy új kezdet. A hold a rák jegyében van, és itt kihat a rák jegyénél a Kripe csillagkép. Ehhez van egy
történet a görög mitológiából. Én mindig úgy gondolom, hogy ezek a mitológiai mesék, ezek segítenek nekünk, hiszen itt tükröződik valami, amit figyelembe lehet venni. És a történet a következő. Volt egy időszak, amikor az istenek és az óriások harcoltak egymással. És úgy tűnt, hogy az óriások nyernek. De jött két szamár, és kiabáltak, hangosak voltak. Az óriások ezt nem ismerték, ezeket a hangokat, nem tudták, hogy miről van szó. És annyira megijedtek, hogy elrohantak. És így az istenek nyerték meg ezt a háborút. És a szamarak, meg ez a kripe, ahol a szamarak ettek, végül is, ez összekötődik ebben a mesében, ebben a mitológiai történetben. Amit ez számunkra közöl, hogy kimondhatjuk a véleményünket, az sem baj, ha kicsit hangosak vagyunk. Az indiai asztrológiában vannak a holtházak. Ők ezt figyelembe veszik, hiszen ugyanolyan fontos, mint ahogy a nap, ahol a nap tartózkodik. A mai napon, illetve azon a napon, amikor teli hold van, a teli hold napján a hold az Aslésa holdházban van. Az Aslésa holdház az a kígyót jelenti. Egy kígyó királynő uralkodik e felett a holdház felett. És ez a kígyó királynő utal arra, hogy vannak nehézségek, vannak problémák, sőt, vannak ellenségek is. És addig, amíg ezt mi nem tudjuk lezárni ezeket a dolgokat vagy kapcsolatokat, itt vannak nehézségek, nem mennek előre a dolgok. Tehát itt ki kell takarítani mindent, eltávolítani a problémákat, a nehézségeket, vagy a hamis kapcsolatokat, és ha ez sikerül, akkor szerencse lesz, sőt gazdagság. Hiszen ez a kígyó királynő azt szeretné, hogy legyenek változások. Itt is arról van szó, ugyanúgy, mint a hold és Uránusz kapcsolata között, ahol érezhető ez a feszültség, a nehézségek, a problémák, és nem a megfelelő időpont egy új kezdetre. Itt ennél a holdháznál is az a fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy mindaz, ami nehezíti a dolgokat, ezek lehetnek bizonyos kapcsolatok, vagy még félelmek, bizonytalanságok, addig nem mennek előre a dolgok. Tehát ezeket le kell zárni, és akkor lesz egy fordulat, és ez a kígyó királynő akkor szerencsét hoz számunkra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel.